Akkor ennyien vagyunk a kezdőcsapat, ugye? Kezdők, reméljük, hogy jönnek még. Akkor Pécsi Diana önkormányzati képviselővel együtt megyünk Szabolcskai Csokonai Alba. Kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, és még egyszer szeretném mondani, hogy a Facebookon is kitettük, hogy mennyire példaértékű volt, hogy tényleg itt ugye árkodásnak. Három estét. Igen, úgyhogy még egyszer köszönet önöknek. Eddig minden tökéletesen zajlott, úgyhogy most ez most már tulajdonképpen csak be kell temetni az árkokat. Na már most, azért, hogy engem ne lincseljenek meg, az a helyzet, hogy háromszor akkora árkot ásadtam önökkel, mint hogy amikor erre szükség van. Konkrétan a növény földje miatt, vagy a konténer mérete miatt. Erre azonban ugye azért van szükség, hogy a kezdet-kezdenét itt látjuk, hogy milyen forróság van, hogy a növények azok gyakorlatilag be tudjanak jól gyökeresedni. Nagyon homokos, meg szemetes, meg mindenféle talaj, ez a legtöbb helyen így van, és a legtöbb helyen nagyon szépen megnőnek ezek a sövények, úgyhogy ez öntözve lesz. Volt itt arról szó, nem is tudom, hogy kivel beszéltük, hogy esetleg vagy a csöpögtetős később valahogy átfúrják, kihozzák meg, vagy valami ilyesmi. De gyakorlatilag ennek a nagy részét ezt most szépen vissza kell tölteni bele. Ha üvegszilánkot vagy követ vagy ilyesmit találnak, akkor azt tegyük oda félre, jó? De gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy ugye megnézzük itt alul a növényt, hogyha nagyon átszűrt így a gyökérzet, akkor ott egy kicsit meg lehet szedni, és lényegében így nagyon szépen kijön ugye a begyökeresedett növényke. Ezt idén még nem kell megmetszeni, ezt legközelebb majd jövő áprilisban metszék meg. Na már most rögtön akkor először a metszésére egy nagyon picit hadd térjek ki. Gyakorlatilag ugye ahol visszametszük, ott ágazik el. Tehát ezt ugye itt visszametszették valamikor mondjuk tavasszal, vagy tavaly ősszel, gyakorlatilag ennyit nőtt azóta. De nagyon fontos az, hogy rétegesen kell fölengedni. Tehát amikor fölengednek egy 40 centit, 20-at vissza, 40-et föl, 20-at vissza, mert esetleg, aki türelmetlen, az úgy gondolja, akkor rögtön fölengedem egy méterre, de akkor gyakorlatilag középen ugye nagyon szellős lesz. Tehát azt szeretnénk, hogy jó sűrű fagyalsövényük legyen, akkor mindig ilyen 20 centiket vissza kell belőle vágni. Tehát azt jelenti, hogy első évben mondjuk kétszer vagy háromszor visszanyírjuk. Csak egy ilyen 2-3 év alatt még el fogja érni az 1 méteres magasságot, vagy amekkorát szeretnénk. És az nagyon fontos, hogy ahogy így van ebben a konténerben ez a föld, pontosan ugyanígy legyen ezen a talajszinten, jó? Tehát, hogy ne ássuk el, mert akkor befullad a növény, és ne lógjon ki, mert akkor pedig kiszáradhat. Úgyhogy gyakorlatilag, ha ezt ide teszem, akkor pontosan itt kell, hogy legyen ez a növény. Ugye 3-at hoztunk, de egy picit ugye rászámoltunk, hogyha azért legkevesebb egy 20 centi távolságot a tövek között tartsunk, ha ez 19 vagy 23, az nem lesz probléma, pont pár hét múlva senki meg nem fogja majd már mondani. Egyszer mint száz, elkezdjük szépen visszatenni a földet a szépen kialakított árokba. A trágyát azt rászórjuk, megint földet, tehát a trágya és a növényzet gyökere az közvetlenül ne érintkezzen, jó? És akkor ezek után kis ültetőkanalakkal, kesztyűvel szépen a helyére ültetjük a növényt. Nagyon fontos, hogy senki ne csináljon olyat, hogy így jó menjünk, hogy egy növény, mert hogy így a gyökérzetét az gyakorlatilag így tehát megsértheti. Mellette viszont lehet tömöríteni az árkot, tehát az fontos lenne, hogy ami föld kijött, ugye 1 köbméter földet, ha kiszedünk, akkor 1,3 lesz. Tehát most úgy fog szűnni, hogy több föld van itt, de annak elvileg mind bele kellene menni vissza. Úgyhogy a növények mellett lehet taposni a földet, csak pont magát itt a növényt azt ne tapossuk, jó? És akkor úgy kellene, hogy itt van ez a szép terület, és akkor így oszoljunk el, tehát hogy senki ne akadályozza a másikat. Tehát azt gondolom, hogy ültető árkonként mondjuk egy két ember a két végéről elkezdheti csinálni. Van nagy szerszám is, inkább a fiúk, akik lapátolják vissza ugye a nagy földet, és a földeket aztán tudják utána akkor ültetni. Van egy kérdés? Igen, hogy ezt a trágyát, akkor ezt megszerkedjük a föld, és egyszer kiszórjuk, igen, és utána igen, föld, igen. Nem kell több réteg. Nem, semmi, új rögtön. És akkor arra kérném itt a fiatal embereket, hogy kezdésként menjen már végig az összesen, és szedje le a cserepeket óvatosan, és azokat adja oda nekem, jó? Úgyhogy onnan a fiatal ember indulhat, jó? És az összes cserepet akkor lehet leszedni. És még valaki, vagy még valami, senkinek kezdjen el, kérem közben locsolgatni, mert locsolás nagyon népszerű munkafolyamat, hogy ő akkor elkezd locsolni, mert akkor minden úszni fog. Ha majd már mindent kész meg nyilvánítunk, akkor utána locsolunk, jó? Ha nincs kérdés, akkor jó munkát kívánok mindenkinek. Kesztyű, trágya, föld, szelszám. Mi is elhetszett?